Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa TV szerda esti híradóját látják, 2022. március 30-án, este 7:30-tól. Sikeresen lezajlott a 19. környezetvédelmi kupa a kalocsai uszodában, sok egyesület képviselte magát a versenyen. Szombati gálával zárult a cigány tehetségek térségi seregszemléje, lesz folytatása a Csirikinek. Újabb milliárdos beruházások indulnak a Top Plus forrásból, Drágszél, Harta, Szakmár, Újsolt, Solt a kedvezményezettek között. Bács-Kiskun megyében közel 50 település nyújtott be pályázatot, hogy az új uniós ciklusban a Bács-Kiskun megyei önkormányzatnál lévő Széchenyi Terv területi operatív program plusz keretében tovább fejlődhessenek. Az elmúlt napokban megszületett a döntés, Baja térségében 2 milliárd forintból fejleszthetnek a települések a Top Plus keretében. A hétvégére viszont újabb városok, községek örülhetnek a közel 3 milliárd forintot kitevő kedvező döntésnek, köztük a kalocsai járás települései. A támogatási összegek a 10 millió forinttól a 100 milliós nagyságrendig változnak. A megvalósításra váró beruházásoknak és a települések igényeinek megfelelően. Főként intézmények, hivatali épületek, energetikai korszerűsítése kezdődhet meg hamarosan 16 településen. Újsolton például a faluházra fordíthatnak közel 40 millió forintot, de szabad szállásra is jutott 270 millió forint erre a célra, mint ahogyan Szakmár 70 millió forintból korszerűsítheti a községházát. A felnövő nemzedék környezetének élhetőbbé tétele a jelenkor fontos feladata. A programnak köszönhetően településrészek, közterek épülnek, szépülnek, újulnak meg. Környezettudatosságot formáló közterület és közösségi tér készül például Lajos Mizsén 845 millió forintból, amelyből folytatódhat a település zöldítése, élhetőbbé tétele. Több helyen épülnek újjá közösségi terek, művöldési házak, könyvtárak és egyes településeken civil központokat hoznak létre. Kaskantyún a művelődési házat újítják fel 131 millió forintból, hogy a kultúrának 21. századi otthona legyen. Több településen korszerűsödhet, oldódhat meg a klímaváltozással összefüggésben az egyre nagyobb gondot jelentő, hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetése, amelyre a Dunamenti település Harta több mint 56 millió forintot fordíthat. Az elkövetkező napok még további pályázati döntéseket és az itt élőknek örömhírt hozhatnak. Valamennyi program célja Bács-Kiskun megye élővé és élhetőbbé tétele, a helyben való boldogulás biztosítása, a térséghez való kötődés erősítése. Az előző évek gyakorlata alapján a Top Plus pályázatokat továbbra is a Bács-Kiskun megyei önkormányzat koordinálja. Energetikai fejlesztésre 10 település nyert összességében 1 milliárd forintot, Drágszél 50 millió forintot, Szakmár 72 milliót, Újsolt 37 milliót, Csengőd 164 milliót, Dunavecse 151 milliót, Kunadacs 79 milliót, Kumbaracs 93 milliót, Kumpeszér 51 milliót, Páhi 45 millió forintot, Szabadszállás 270 millió forintot. Az élhető település program megvalósítására 5 település kapott zöld utat, mintegy 2,1 milliárd forint értékben, Solt 855 millió forintot, Harta 56,5 millió forintot, Kaskantyú 131,5 millió forintot, Lajos Mizse 845 millió forintot, Tabdi 125 millió forintot. A Cigány Szív Egyesület és Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata először, de hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Csiriki Kistérségi Cigány Tehetségek találkozóját, amelynek legígéretesebb fellépői a nagy közönség előtt is bemutatkozhattak. Az Őseink útján című cigány hagyományőrző nap keretében megtartott gálán. Kalocsán indult a Csiriki program sorozat, amely a cigány tehetségeknek adott bemutatkozási lehetőséget. Kalocsán tartották az első válogatót, másnap Solton, harmadnap Kiskörösön folytatódott a program. A válogató sorozat versengés helyett mindhárom településen inkább a cigány tehetségek találkozója,
a Cigány Tehetség napja volt. Az első cigány tehetségkutató versenyt tartottunk most szombaton. Ugye ez a Cigány Szív Egyesület, illetve a Cigány Önkormányzat közösen pályáztuk, és akkor úgy gondoltuk, hogy Csiriki néven hozzuk létre ezt a programot. Ugye a csiriki az azt jelenti, hogy madár. És tudni kell, ugye, hogy főleg mostanában annyira el lett hanyagolva a kultúránk, ugye, a szokásainkat nem tudjuk már bemutatni, és azért is gondoltuk azt, hogy egy tehetségkutató versenyt hozunk létre, amit itt Kalocs és környékén terveztük, de hát ugye már Baranya megyéből is jelentkeztek, Tolna megyéből, ugye meg itt a környékbeli településekről. És azt gondoltuk, ugye, hogy mutassák be a tudásukat, tehetségüket. A legjobb produkciók az Őseink útján című nagy rendezvénynek is egyik fénypontját adó délutáni gála műsorban is helyet kaptak. Ezen belül ugye volt vers, próza, illetve főzőverseny és képzőművészeti verseny. Ének, tánc, ugye voltak ezek közt kis fiatal gyerekek is, akik nagyon jó szerepeltek, én azt gondolom, és most szombaton volt a bemutató, ott a vásártéren, kint a szőlőközi sporttelep előtt. Nagyon sokan eljöttek, úgyhogy én azt gondolom színvonalas volt a rendezvényünk, szinte mondhassuk azt is, hogy egy kis fesztiválszerűség volt. A gála műsorán az eredetileg benevezett produkciók mellett frissiben színpadra vitt közös bemutatók is szerepeltek. Spontaneitás, sok improvizáció, a jellegzetes kombinációban használt élénk színek, mindez együtt ott volt a színpadon. A tehetségkutatón a kiskőrösi együttes nyerte meg, hát hiszen azok, mondhassuk azt, hogy profik voltak, környékbeliek voltak, még ilyen kisebb gyerekek, akik ugye második, harmadik helyezettet értek el, úgyhogy mi nagyon büszkék voltunk, ugye, hogy be tudtuk mutatni a kultúránkat itt a közönség előtt. A kiskörösi együttesnek a neve Lerom együttes, és ezúton is gratulálok nekik. A Kalocsai Roma Önkormányzat elnöke a program sikerén felbuzdulva, bizakodva tekint a jövőbe, mint megtudtuk, ezzel a zenés-táncos mulatsággal nem érnek véget a programok. A nagy buli után mi azt gondoltuk, hogy ennek kell, hogy legyen folytatása. Szervezzük egyébként, ugye vannak itt a háttérben olyan emberek, név, arc és név nélkül, akik segítik a munkánkat, és bízunk benne, hogy a jövőre tudjuk folytatni. Tervezzük még az idén, hogy lesz a romajálisunk, lesz a kultúranapunk, ugye ezen kívül, amit minden évben szeptember-október környékén szoktuk megszervezni. Tehát ilyen kisebb színes programunk még lesznek még az idejében. Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatásának köszönhetően harmadik alkalommal részesült pénzadományban a Bács-Kiskun megyei oktatókórház gyermekosztálya, ahol kalocsai gyermekeket is gyógyítanak. A 2021. december 27-én megrendezett jótékony vadászatból idén 1.631.975 forint értékben vásárolhatott gyógyításhoz szükséges eszközöket a megyei kórház csecsemő és gyermekgyógyászati osztálya. A kórházban 2022. március 25-én pénteken délelőtt megtartott jelképes átadáson megjelent Fejes László, az óévő közhasznú nonprofit Kft. Ügyvezetője. Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke, Seres Róbert, tájegységi fővadász, az OEV stratégiai partnere, Utasi Balázs, a Kecskeméti Városi Vadásztársaság vadászmestere, a kórház részéről pedig Dr. Horváth Zsolt orvosigazgató, Papszekeres Anita ápolási igazgató, Zsarnai István gazdasági igazgató, Dr. Tálosi Gyula osztályvezető főorvos és Vidéki Nagy Renáta vezető ápoló. A támogatásból három különböző orvosi eszköz sikerült vásárolni, melyeket a dr. Tálosi Gyula osztályvezető főorvos mutatott be az átadás alkalmával. A magyar kormány forrást biztosít az 53-as főút Solt-Vadkertet elkerülő szakaszára, jelentette be Mosóci László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára március 28-án hétfőn Solt-Vadkerten,
a Művelődési Házban tartott sajtótájékoztatón. Médiaeseményen részt vett és felszólalt Fony Sándor, a Kalocsai járás választókörzetének országgyűlési képviselője, dr. Kerényi János országgyűlési képviselő, Temerini Ferenc, Sotvadkert polgármestere, valamint Nyúl Zoltán, a NIV ZRT beruházási vezérigazgató helyettese. Mosóczi László kiemelte, a magyar kormány 2020 végén összesen 82 milliárd forintot biztosított a kiemelt társadalmi igényű közútfejlesztések tervezésére és engedélyeztetésére, ami 3000 milliárd forintnyi újabb közúti beruházást alapoz meg. Az 53-as út forgalmát a várostól északra új nyomvonalon megépülő közel 9 kilométeres szakaszon vezetik el. Sotvadkert utcája jövőben csendesebbek, levegője tisztább lesz, a településen nagy mértékben csökken a baleseti kockázat, mondta az államtitkár. Az államtitkár szerint a város kilátásait nagy mértékben javítja a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának kapacitásbővítő korszerűsítése. A vonalszakasz feletti felüljáró építését valamelyest megkönnyíti, hogy a vonatközlekedés a februárban bevezetett teljes vágányzár miatt szünetel. Kormány az új szakaszok építése mellett a meglévő felújításban is emeli a hazai közúthálózat szolgáltatási színvonalát. Sotvadkert térségében 2010 és 2023 között 170 kilométeren újulnak meg fő- és mellékutak több mint 36 milliárd forintból. Fony Sándor, Bácskiskun megye Kalocsai járásának választókerületének fideszes országgyűlési képviselője elmondta. Bácskiskun megye két legfontosabb útja az 53-as és 54-es főút. A két út Sotvadkertnél mintegy 5 kilométeren közös pályatest halad, amely naponta 12-14 ezer jármű használ. Újra környezetvédelmi kupát szervezett a Kalocsai Úszó- és Vízilabda Egyesület Kalocsán, 19. alkalommal rendezték meg az eseményt. Az elmúlt két évet beárnyékolta a Covid, ezért nehézkes volt a megtartása ennek a hagyományos versenynek. Nagyon nagy örömünk ez, hogy a vízvilágnapja, ugye március 22-én volt kedden a Városházán tartott a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató egy nagyon tartalmas konferenciát, részt vehettünk rajta, elmondták, hogy mennyire fontos a vizeink védelme. Pénteken a belügyminisztériumban voltam fenn egy felszíni vizek megtartó projekt keretében, ahol Kalocsa részese, és most itt vasárnap pedig úszóversennyel zárjuk a hetet. Egész hét a vízről szól, a vizeink védelméről. Nagyon-nagyon fontos. Nyilván nem is helyezünk erre olyan nagy hangsúlyt, mert egy természetes dolog, hogy reggel kimegyünk a fürdőszobába, megnyitjuk a csapot, és tiszta ivóvíz folyik belőle. Inni tudjuk mindenre használni korlátlan mértékben. És az, hogy ez a jövőben is így maradjon, és a jövő generáció is ezt így tudja használni, ahhoz bizony védenünk kell a vizeinket. Ezzel az úszóversennyel is ezt szeretnénk szimbolizálni. Nagyon szépen köszönjük a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft.-nek a támogatást. Az ő szponzorációjukból tudtuk ezt a versenyt megszervezni. Köszönöm szépen Mátyus Zoltán igazgató úrnak, Szigeti Attila helyi igazgató úrnak a támogatást és az együttműködést. Hat egyesület volt jelen a kalocsaiakkal együtt. Sajnos kevés hazai versenyző tudott részt venni az eseményen. Ez a 19. versenyünk történelme a környezetvédőkkel együtt kezdődött, és az elmúlt évek során fontosnak tartottuk, hogy bevonjuk a vizet, mivel hogy mindennapi életünk része, minden nap ebbe dolgozunk plusszal, többet, mint mások, több közünk van hozzá. Ezáltal a vízművel kialakított jó kapcsolat kialakult, és a vízmű is beszállt ebbe a versenysorozatba, és az idei évben a környezetvédőket, mi vagy az elmúlt két évben kimaradt, az idei évben a vízműveket kértük föl, hogy támogassák ezt a versenyünket. Jelen pillanatban 6 egyesület van a Kalocsai Egyesülettel együtt, körülbelül 20-23 versenyzőnk van. Sajnos megviselte a Covid az elmúlt két évben, nem volt utánpótlásunk, nagyon kevés az a versenyzőnk, aki miatt ezt a kisebb versenyt rendeztük, akik heti kétszer járnak, tehát őnekik is egy ilyen amatőr versenyt szerettük volna rendezni, és az ő létszámuk sajnos elfogyott a felére. Ezért vagyunk csak ilyen kevesen. Az esemény dr. Filvig Géza polgármester, a Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület elnöke nyitotta meg, majd Szigeti Attila, a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Igazgatója folytatta gondolataival. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Híradóval, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!